Évek óta egyre több gyerek születik Balkányban. A település folyamatosan épül, szépül, ezért is vállalnak több gyermeket az ott élők. Az elmúlt 10 évben több mint 3 milliárd forintból valósultak meg fejlesztések, a kisváros vezetése pedig már a jövőre is gondol. Van egy megnyert pályázatunk önkormányzati óvoda konyha fejlesztésére. Itt teljes rekonstrukciót kap maga a konyha, és új eszközöket, tányérokat, székeket és egyebeket is beszerzünk. Van beadva egy toppos pályázatunk, amire várunk a döntésre. Egy csapadékvíz elvezetős pályázatunk, egy 200 milliós pályázatunk. Ez a pályázat megoldaná a Balkány település legégetőbb csapadékvíz elvezető gondját, hogyha megnyernénk. Nagyon remélem, hogy megnyerjük. 5000 fő feletti településként Balkány nem tud részt venni a Magyar Falu programban, de a városvezető szerint a Modern Városok programban várhatóan megjelennek hamarosan olyan kiírások, amelyekre ők is pályázhatnak majd. Több dolgot is szeretnének ennek keretében megvalósítani. Mint minden településnek, Balkánynak is a legégetőbb fejlesztési elképzelés a lakosság szempontjából is a belterületi utak. Tehát hallom, hogy a Magyar Faluban vannak útpályázatok. Én is nagyon szeretném, hogy a Modern Városban is belterület út felújítások lennének, mert elég régiek, azért 1992-93-ban épültek ezek az utak, elég elhasználódottak, önerőbb nem nagyon tudunk, és minden pénzt, amit csak lehet a kártyúzásra, illetve út felújításra folyton, nagyon remélem, hogy ez is benne lesz többek között az útba. A további tervek között említette Balkány polgármestere egy kézilabda csarnok kialakítását, emellett egy tornaszobát is létesítenének az óvodában a közeljövőben.